Jó estét kívánok, ez a Pannon Televízió 20 órai híradója, Friedrich Gertrud vagyok. December 19-e Viola névnapja van. 123 éve e napon alakult meg a Magyar Olimpiai Bizottság. Következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Brüsszelben egyeztetett a szerb államfő és a kormányfő is. A hó után eső várható az elkövetkező napokban Szerbia területén. Csodasarkokat adtak át Vajdaságban. Idén több mint 100 erdei füles bagoly telel Topolya központjában. Munkaebéden vettek részt a nyugat-balkáni vezetők Brüsszelben. Ezen közvetlen volt a hangulat, mondta Alexander Vučić. A találkozót Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője hívta össze, amelyen a szerb államfőn kívül jelen volt Milo Djukanović montenegrói és Hašim Tači koszovói elnök, Zoran Zaev macedón kormányfő és Denis Zvizdić Bosznia-Hercegovina államelnökségének soros elnöke is. A szerb államfő kiemelte, a brüsszeli találkozó megerősítette Belgrád álláspontját, miszerint a párbeszéd Pristinával csak abban az esetben folytatódhat, ha visszavonják a szerb termékekre kivetett 100%-os vámot. Ali sam rekao da smo za izgradnju regionalnog ekonomskog tržišta mnogo jedinstvenijeg nego što je to danas slučaj, da je to za nas od prioritetnog značaja, jer čak i da bude sve najbolje pa da 2025. budemo deo Evropske unije. A što ne možete sa sigurnošću kažete i zbog naših odnosa sa Prištinom, i zbog situacije u Evropskoj uniji, i zbog svega drugog. Ono što od ključnog značaja za nas to je da razvijemo naše ekonomije. Donald Trump amerikai elnök Hašim Tačihoz intézett leveléről Alexander Vučić azt mondta, hogy ez három dolgot jelent. A szerb államfő szerint az egyik az, hogy az amerikai Egyesült Államok érdeke, hogy a Belgrád és Pristina közötti konfliktus kompromisszumos megegyezéssel érjen véget. Druga stvar je ta, da je u to uključen američki predsjednik po prvi put otvoreno i nedvosmisleno, što znači da će velika mašinerija podržavati dolazak do takvog rješenja. Treće, to što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja. Alexander Vučić elmondta, arra számít, hogy a napokban ő is kaphat egy levelet az amerikai elnöktől, hozzáfűzte, nem folytatott külön tárgyalást Hašim Tači koszovói elnökkel Brüsszelben. Az Európai Tanács elnöke Donald Tusk is fogadta a Brüsszelben Alexander Vučić szerb államfőt és Ana Brnabić szerb miniszterelnököt. A találkozó fő témája a Szerbia-Európai Uniós csatlakozása és a nyugat-balkáni régió aktuális helyzete volt. Szerbia határozottan támogatja a Belgrád és Pristina közötti viszony normalizálását, mondta Alexander Vučić, miután találkozott Tuskkal. A szerb államfő szerint a viszonyok rendezésének egyedüli módja a párbeszéd. Alexander Vučić hangsúlyozta, a további tárgyalásokat Pristina akadályozza, elsősorban a szerbiai és bosznia-hercegovinai termékekre kivetett 100%-os vámokkal, amelyek ellentétben állnak a közép-európai szabadkereskedelmi megállapodással. A szerb államfő hozzátette, a párbeszéd folytatását a koszovói katonaság megalakítása is hátráltatja, mivel az nem összeegyeztethető az ENSZ-BT 1244-es határozatával. Donald Tusk üdvözölte Szerbia megértő lépéseit a koszovói helyzettel kapcsolatban. Ana Brnabić szerb kormányfő a Donald Tuskkal való találkozó után elmondta, továbbra is tárgyalnak a Koszovó részéről Szerbia ellen bevezetett intézkedések visszavonásának lehetőségeiről. U Briselu velika nada da će se dijalog nastaviti, da će to doprineti regionalnoj stabilnosti. Na kraju krajeva i Brisel je jako mnogo uložio u regionalnu stabilnost i kroz berlinski proces i kroz regionalno ekonomsko povezivanje, sredstva u infrastrukturno povezivanje, ovo što se dešava u ovom trenutku ugrožava sve to, tako da
tako da su zainteresovani kako nadalje može da se nastave razgovori na tome. A következő hetek és hónapok kulcsfontosságúak lesznek Pristina és Belgrád viszonyának rendezésében, nyilatkozta Hashim Thaçi Brüsszelben. Koszovó elnöke elmondta, bízik Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnökének ígéretében, miszerint támogatni fogják Koszovót a Szerbiával való párbeszédben. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkező személyek a következő év novemberéig a járandóságuk összegének további 5%-át kapják majd készhez havonta most decembertől. Erről döntött a szerb kormány, a határozatot december 12-én fogadták el. A hétvégi havazás után még mindig sok helyen nincsenek letakarítva a járdák Szabadkán. Utána jártunk, kinek milyen feladata van az úttestek megtisztítása szempontjából. A járda mellett a hóban gyalogoltak az emberek Szabadkán a sportcsarnok környékén kedden. A járdát ugyanis vastag jégréteg borította. Trebalo bi malo da bacaju soli, da stari narod ne bi kliznuo i da ne bi pao. Borzasztó, nem lehet menni sehol az egész városban, olyan csúnyák nincsenek, abszolút lepucolva a földek, borzasztó. Egyszerűen én nem tudom, hogy miért nem takarítsak. Még én fiatal, de egy idős, az elébb láttam, úgy vezették át szegény ember, nem tudott átmenni. Akad azonban olyan is, akit nem zavar a jeges járda. Elég jó csizmán van, úgyhogy nem csúszik. Nem csak a járdák voltak jegesek, a sugárúti sétányt is hó és jég borította. A tömbházak közötti területek is inkább korcsolya pályára hasonlítottak, mint sem parkolóra. Nem csak a csúszós járdák okoznak gondot a közlekedésben, a kerékpár utak egy részét is jég borítja. Azt vajon tudják-e a lakosok, hogy hol kell jelenteni, ha egy járda nincs megtisztítva a hótól? Ha nézem, Grad Subotica élő Obstina, nézem. A Vojvodina putnak, vagy kinek kell szólni, vagy a Csisztocsának, még az ellenél, nem? A járdák állapota miatt a lakosok gyakran valamelyik közvállalatot hibáztatják, pedig nem minden esetben ők a felelősek. Minden polgárnak kötelessége eltakarítania a háza elől a jeget és a havat. Erről gyakran elfeledkeznek. Učišćenju snega i leda na ulicama učestvuje 8 kamiona koji bacaju so i čiste sneg sa puteva, 6 traktora, 2 manja kamiona i 65 ljudi. Znači, ekipe su pri najvećim padavinama bile sve na terenu, održavale su se ulice koje su predviđene planom zimskog održavanja puteva i ulica, znači te ulice se održavaju čiste, baca so, uklanja sneg i led sa njih. Sve ostale ulice koje nisu obuhvaćene planom, odnosno javne površine, dužni su da održavaju građani, odnosno vlasnici stambenih ili poslovnih objekata ispred kojih se te površine nalaze. Ha nem tisztítja el a havat, a tulajdonost a kommunális felügyelőségnél, vagy a kommunális rendőrségnél lehet feljelenteni, akik a helyszínre érkezve felszólítják a tulajt, és amennyiben a továbbiakban sem tesz eleget a kötelességének, pénzbírságot rónak ki rá. A hó után eső várható az elkövetkező napokban Szerbia területén. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki a honlapján, miszerint csütörtök éjszaka az ország északi és nyugati, péntek reggel és délelőtt pedig egész Szerbia területén várható eső, ami megfagyhat az utakon. Sárga figyelmeztetés van érvényben az egész országban az alacsony hőmérséklet a hó és a várható jegesedés miatt. Ma a nagyköd is nehezíti a közlekedést, vezessenek óvatosan. €175 millió férhet hozzá Szerbia az IPARD előcsatlakozási alapból 2020-ig, és ezt a forrás mind le fogja hívni, nyilatkozta Branislav Nedimović agrárminiszter. Három pályázati felhívásra összesen 504-en adtak be.
adták be igényüket a támogatásra, általában traktor vagy más mezőgazdasági gépek vásárlásának részleges utófinanszírozására. Mostanáig 270 pályázatot hagytak jóvá. Az igénylések 70%-a a Szávától és a Dunától északra lévő területekről és Szerbia középső részéről érkezett. A szerbiai földeket a szennyezés, az erózió és a földcsuszamlás veszélyezteti leginkább. Az ENSZ helyi irodájának új jelentése szerint Szerbiában a földek romlásának fő tényezői a helyi szennyező források, a szerves anyagok csökkenése, a termőföldek 80%-át érintő erózió, valamint a 25-30%-ban jelentkező földcsuszamlás. A termőföldek minőségére kihatással van az ellenőrizetlenül és nem megfelelően tárolt szemét, valamint a szennyező anyag az ipari létesítmények területén. A vajdasági földeket leginkább a szélerózió veszélyezteti. 200 millió dinár, 62 hektár újonnan telepített erdő és több terepjáró a vadászegyesületek számára. Számokban így lehet összegezni a tartományi mezőgazdasági titkárság idei eredményeit a vadászat és az erdőgazdálkodás terén. Ma több szerződést is aláírtak Újvidéken az illetékesek. A vadászegyesületek most terepjáró beszerzésére pályáztak. Van egy hivatásos vadászunk, mi 7000 hektáron gazdálkodunk, és akkor ő fogja használni a napi munkájára etetés, itatás, vad megfigyelés, kártékonyozás érítésére. A Kishegyesi Egyesületben nagy szükség van a támogatásokra. Minden évben próbálunk más-más forrásokat kiaknázni ezzel kapcsolatban. Voltak támogatások, amiket kaptunk, tehát fásításra, voltak trófea lefőző objektumokra, fácán befogadókra, tehát ezek mind fontos projektek számunkra, hogy tudjunk funkcionálni. Az Adai Fácán Vadásztársaság járműve már öreg, így jelentős könnyítés az új terepjáró beszerzése. Nagyon fontos, hogy a terepre vadat tudjuk etetni, vadászatra tudjuk használni, turistákat tudjuk szállítani ezzel a terepjáróval, őszbakozásnál, fácán, vadászatnál, úgyhogy nagyon ki fogjuk használni. A vadászat mellett fontos az erdősítés a tartományban. Idén 62 hektár erdőt sikerült telepíteni, valamint több kilométer erdei utat felújítani, amihez 200 millió dinárt különített el a titkárság. Prošle godine vratili meru koja se tiče unapređivanja rasadničke proizvodnje, smatrajući da je to neophodno i zapravo osluškujući stanje na terenu i sa zadovoljstvom konstatujem dakle da je i povećano interesovanje korisnika za ovu konkursnu liniju. A szerződés aláíráson Gyorgye Milicevic, a tartományi kormány alelnöke kifejtette, hogy 2,5 év alatt 20 milliárd dinárral is nagyobb összeget fordítottak a mezőgazdaság fejlesztésére. Egy korszerű 6 csatornás EKG készüléket kapott ma ajándékba az Óbecsei Egészségház. A támogatást a Nikola Spasic alapítvány pályázatán nyerte el az intézmény. Az EKG készülék az egészségház belgyógyászatára kerül, ahol tavaly csak nem 6600 EKG vizsgálatot végeztek el az orvosok, és ez a szám évről évre magasabb. Az új készülék értéke 280 ezer dinár. U internističkoj službi mi imamo aparat koji je star 14 godina. Mislim, dom zdravlja ima svuda EKG-ove i u hitnoj i po selima, ali nekako taj u internističkoj službi je aparat koji, evo čuli, ja sam sad imam podatak da 4000 pacijenata je pregledano već do sada, znači bit će i 6000 godišnje na EKG-u. Aparat se ne gasi. Jeli, konstantno je u radu, svaki internistički pregled, deo internističkog pregleda je i snimanje EKG-a. Tako da ne možemo sebi da dozvolimo da taj aparat stane ili se pokvari, a mi nemamo drugi. Ja? Jako je važno da imamo rezervni aparat, to će ovaj stari će sad biti rezervni, a ovaj koji smo dobili na poklon od zadužbine Nikole Spasića će preuzeti glavnu ulogu u internističkoj službi.
Az elmúlt 4 év is arról szólt, hogy olyan feltételrendszert, esélyt, lehetőséget teremtsen a Magyar Nemzeti Tanács, amely az itt maradást segíti elő, mondta Hajnal Jenő a Szubjektív című műsorunk felvételén. Az MNT elnöke úgy fogalmazott, ha visszatekintünk az elmúlt 4 évre, azt mondhatjuk, hogy mindent megtettünk az élet minden területén, mind nemzeti tanácsként, mind pedig a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programjának keretében. Aki itthon akar maradni és itthon keresi a boldogulást, annak erre komoly esélye van, hangsúlyozta Hajnal Jenő. Mi, mint nemzeti tanács pedig pontosan ezt az életérzést, ezeket az oktatáshoz, kultúrához, tájékoztatáshoz, nyelvhasználathoz kötődő tartalmakat kell, hogy mellé rendeljük mindehhez. És hát ebben az esetben én azt hiszem, hogy az elmúlt 4 évben egy olyan magyar kormány állt mögöttünk, és itt Szerbiában is egy olyan többségi politika valósult meg, amely ezt erősítette, segítette. A Magyar Nemzeti Tanács elnökével készült Szubjektívet holnap nézhetik meg 17 órától a Pannon televízió műsorán. A tagállamok nagy többséggel fogadták el New Yorkban az ENSZ közgyűlés plenáris ülésén a globális migrációs csomagot, amelynek célja a nemzetközi együttműködés erősítése, a migráció biztonságossá rendezett és szabályozottá tétele. A szavazáson 152 ország képviselői szavaztak igennel, 12-en tartózkodtak, 5 ország pedig ellene voksolt, köztük az Egyesült Államok és Magyarország. A migrációs csomagra vonatkozó tárgyalásokból az Egyesült Államok már az elején kilépett. Magyarország ugyan a szöveg elkészültéig végig részt vett a tárgyalásokban, de miután minden javaslatát elutasították, jelezte, hogy az elfogadási folyamatban már nem vesz részt, és semmilyen módon nem tekinti magára kötelezőnek a csomag egyetlen pontját sem. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Betlehem járást szervezett Keviben a Móra István Művelődési Egyesület. Január 19-én láthatja a közönség Tasnádi István Nézőművészeti Főiskola című darabját a KDS-ben. A hajdújárási iskola 2 csodasarkot is nyert. A programot a magyar kormány és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága hirdette meg határon túli 6 és 10 év közötti gyerekek számára. A vajdasági diákok az idén is kiemelkedő eredményeket értek el, ugyanis 9 csodasarok került térségünkbe az 50-ből. A karácsonyi műsorra gyűlt össze hajdújárás apraja nagyja. Az ünnepség apropóját nem csak a közelgő ünnepek adták, hiszen az iskola tanulói 2 csodasarkot is nyertek. A Petőfi Sándor általános iskolának hajdújáráson kívül Királyhalmon és Noszán is van kihelyezett tagozata. Az ajándékokat 4 tanuló érdemelte ki, Nagy Zita a Noszai iskolából, valamint Rozsnyi Attila, Erdélyi Zamur és Herédi Vanda Királyhalomról. Kellett rajzolni, akkor képregényt rajzolni, meg képeket feltölteni, meg ilyenek. A csodasarok játék 4 héten keresztül tartott, a verseny témája idén a család volt. Szorosan kapcsolódott a 2018 a Külhoni Családok Éve programsorozathoz. A csodasarok az fejlesztő játékokat, illetve mesekönyveket tartalmaz. Az osztály számára nyerték a diákok, de ugyanakkor abból a gazdag csomagból saját maguk számára is tudnak egyet hazavinni. A verseny végén a megszerzett pontszámok alapján 50 résztvevő nyert saját iskolájának 100 000 forint értékű csodasarkot, ebből 9 került Vajdaságba. Már több éves hagyomány, hogy részt veszünk ezen a internetes játékon, a miénk itt a város internetes játékon, és hát tulajdonképpen tanítónénik közvetítésével és a szülők segítségével vettek részt a gyerekek, és hát 4-en az iskolából sikerült is hozzásegíteni iskolatársaikat ehhez a csodasarokhoz. A Petőfi Sándor általános iskolának van már hajdújáráson, Királyhalmán és Noszán is korábbi évben nyert csodasarka, most 1-1 kerül Noszára és Királyhalmára.
Betlehem járást szervezett Kevében a Móra István Művelődési Egyesület. A betlehemező fiatalok Burány-Sori és Kevi családokat látogattak meg, ahol a házigazdák örömére előadhatták a pásztor játékkal egybekötött műsorukat. A késő délutáni órákban a betlehemezők a Móra István Művelődési Egyesületben gyülekeztek. Innen indultak meg a családokhoz. Kopasz Henrietta már harmadik éve vesz részt a településen megszervezett betlehemezésben. Házról házakra megyünk, és körülbelül 15 házhoz megyünk egy nap, és ott megkínálnak bennünket, előadjuk, és mindenki sok szeretettel vár bennünket. Kimiértünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. A gyerekek először a hegyi családot látogatták meg. A házigazdák pogácsával, süteménnyel és üdítővel várták a betlehemezőket. Megvendégeljük őket, szeretettel hallgatjuk végig a szép előadásukat, és hát nagyon szép. Ez a régi hagyományoknak is a fölelevelítése. Hogy Betlehembe sietve mennén, lássátok. A betlehemezés szokását a Móra István Művelődési Egyesület 1999-ben elevenítette fel. A mostani műs az teljesen új Betlehem, ez egy régebbi nyissatokajtót Betlehemnek könyvből, tehát forráskönyvből vettük, és ez valamikor a Kevi Betlehemre jellemző volt. Ez pásztorjátékot is tartalmaz, valamint az angyalok énekét is. A betlehemezők idén mintegy 7 Kevi és 8 Burány-Sori házhoz látogattak el. Sveti Nikola, vagyis Szent Miklós napját ünnepli ma az Ortodox Egyház, a Mürai Püspök napját a katolikusok december 6-án, a görögkeleti egyházak pedig két héttel később ünneplik. Szent Miklós a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, gyermekek, diákok védőszentje. Szerbiában több mint 600 templom és kolostor védőszentje, de nagyon sok pravoszláv család védőszentjének ünnepe is. Úgy tartják, hogy amelyik családnak ma nincs ünnepe, vagyis szlavája, az éppen vendégségbe megy Szerbiában. Ezen az ünnepen böjti ételeket, főként halból készült fogásokat fogyasztanak. Január 19-én láthatja a közönség Tasnádi István Nézőművészeti Főiskola című darabját a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Ezt megelőzően is lehetősége nyílik a közönségnek a darab rendezőjével és színészeivel találkozni egy bögre forralt bor társaságában. A Nézőművészeti Főiskola egy lehetséges jövőben játszódik, ahol megszűnik a színházak állami támogatása és az intézmények sorra zárnak be. Három akadémikus színész megalakítja azt a főiskolát, ahol magukat a nézőket tanítják meg a színművészet befogadására, reménykedve a színházak újranyitásában. Mészáros Gábor színész szerint ez némileg vonatkoztatható a vajdasági magyar színjátszás aktuális helyzetére is. Tény és való, hogy már évek óta egy kicsit a magyar színjátszás küzd a nézettséggel, és ez ennek apropóján is került egy úgy előtérbe ez a szöveg, hiszen tényleg valamilyen szinten úgy éreztük, hogy kellene szólni a közönséghez is, és talán ez az a szöveg, ami egy kicsit úgy jobb felé fordíthatja ezt az egész problémát. A színészek szerint nehéz feladatuk volt, hiszen a próbák alig néhány hete kezdődtek meg, és rengeteg szöveget kellett megtanulniuk. Félre ne értse, a közönség itt nem egy ilyen panasz áradatot fog majd kapni arról, hogy jaj, milyen rossz, hogy nincs néző, vagy egyre kevesebb néző van. Természetesen mi nem csak arról próbálunk majd itt beszélni januárban, amikor ez a bemutató majd teljes fényében a közönség elé kerül, hogy milyen krízis helyzettel küzdünk. A színdarab szövegkönyve Tasnádi István alkotása. Szabadkán a darabot Urbán András rendezi. Ütközik egyrészt az akadémista, komerciális színházi elképzelés, egy művészi, komoly, kegyetlen színházi hozzáállással, és hát ez bizonyos komikus nem bizonyos, hanem egy folyamatos komikus, egy fergeteges komikumhoz vezet. A darab nyilvános munkabemutatója pénteken este lesz látható 19 óra 30 perctől a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán, ahová a belépés ingyenes lesz.
A magyarok és a németek vesztessége Horvátországban és Bácskában 1944-45-ben és a háború után címmel jelent meg Bognár András, Horváth M. László és Vladimir Geiger könyve, amelyet ma este a Szabadkai Német Népi Szövetség székházában is bemutattak. A könyv segíthet abban, hogy az olvasók pontosabb és hitelesebb képet kapjanak arról, hogy milyen kegyetlenségeken és megpróbáltatásokon ment keresztül a Bácskában és Horvátországban élő magyar, illetve sváb közösség. A könyv megjelent magyar, illetve horvát nyelven is, jelenleg 2000 példányt adtak ki és terjesztenek Magyarországon és Horvátországban is. Meglévő adatokat gyűjtöttük össze 40 forrásból, leginkább a horvátországi Történelemtudomány Intézet adataiból, de a püspöki kar is sokat segített nekünk. Azon kívül mondom, még 30, ezeken kívül még 38 más forrásból. Leginkább horvátországi forrásból. A magyarok valószínű, hogy féltek, vagy nagyon keveset segítettek, de azért itt ott azok közül is kaptam adatokat. Idén több mint 100 erdei fülesbagoly telel Topolya központjában. Vajdaságban a topolyai a második legnagyobb telelőhelye ennek a fokozottan védett madárfajnak a nagy kikindai után. A város központjában történő építkezés zajai miatt a baglyok a megszokott bankkörnyéki és gyógyszertár környéki nyír és fenyőfákról átköltöztek, főként a posta mögötti területen találtak nyugodtabb telelőhelyre. A kemény minuszokat jól tűri az erdei fülesbagoly, viszont a vastag hótakaró megnehezíti az élelem szerzését, hiszen a baglyok fő táplálékát a szántóföldeken fellelhető rágcsálók képezik. Az utak mentén, ahol kevesebb a hó és összegyűlnek a rágcsálók is, zsákmányszerzés közben járműgázolásnak eshetnek áldozatul. Ha sérült vagy esetleg kihűlt madarat találnak, jelentsék az Arcus Környezetvédő Egyesületnél a 064 94 86 585-ös telefonszámon. Ole Gunnar Solskjaerre, a Manchester United korábbi játékosa veszi át a menesztett José Mourinho edzői posztját. Solskjaer a norvég FC Molde csapatától érkezik, és addig marad a manchesteriek élén, amíg a klub megtalálja a hosszú távú céljainak megfelelő személyt a vezető edzői posztra. A Vörös Ördögök korábbi sztárjátékosa 1996 és 2007 között 366 mérkőzésen 126 gólt szerzett a klub színeiben. A Manchester United a szívem csücske, csodálatos ide visszatérni. Nagyon várom a közös munkát a csapattal és a klub minden tagjával együtt, mondta kinevezése után az újonnan kinevezett edző. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Brüsszelben egyeztetett a szerb államfő és a kormányfő is. A hó után eső várható az elkövetkező napokban Szerbia területén. Csodasarkokat adtak át Vajdaságban. Idén több mint 100 erdei fülesbagoly telel Topolya központjában. Köszönjük figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon reggeliben holnap szó lesz arról, hogy amíg börtönben ül, az orvvadásznak minden hónapban meg kell néznie a Bambit. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában foglalkoznak azzal is, hogy milyen idő lesz karácsonykor és szilveszterkor. A Pannon televízióban most az idei Interetno harmadik napjáról készült összeállításunkat láthatják. Maradjanak velünk, további szép estét kívánok!